Hát sziasztok srácok, én sajt 32 és köszöntelek titeket ebben a mai videóban visszatértünk a Mesterem szét csodálatos világába azonba és itt vagyunk a tudás fájl. Ez a videó egy picit furcsább lesz, mint a többi srácok, hiszen eredetileg a videósokos rendezvényünkre készül, de szerintem nagyon de nagyon vicces sikerült és nem szeretnélek titeket megfosztani attól az élménytől, hogy ezt nem töltöm fel nektek. Ezért lehet, hogy lesznek benne egy kicsikét furcsa utalások, hogy ez a videósokra készül, de szerintem nagyon 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 de nagyon vicces lett ez a videó, remélem srácok tetszeni fog. Az egyik magyar népességben égig ér a e, Milyen növény ez a valóságban? Ha jól tudom, a bab. Nagyon re vagy a bab. És a bab az első kérdést eltaláltam, srácok, el se hiszem. Pedig olyan hirtelen jött ez az első kérdés, hogy meg se tudtam gondolni magamat. Ho, azt hittem, hogy nem tudtam felugrani a következő lépéste, és mindjárt elfogy a kaja szinten. Ez egy kicsit problémás. Na de jöjjön a következő. Melyik csárdával jár a cimbalmos? A cimbalmával cimbalomozni a névdal szerint. Csengeri, Hortobágyi, Horgos, Bodajki. Hát ez egy tipp, srácok, fogalmam sincsen. legyen a horgos. És a horgos! Jaj, hát srácok, nem is tippeltem, tudtam, már hát csak azt mondtam, hogy tippelni fogok. <laughs> Amúgy nem fogalmam sem volt. De így kettőből kettő már nem fogjuk számolni, hiszen nem innen, hogy feljutok a tetejéig. Néhány dolgot én sem tudok. Melyik európai felfedező értett először tengeren Indiába? Hát Indiába, Kolumbusz, Kristóf akart Indiába menni, de végül, ha jól tudom, de ebben nem vagyok százszerzék biztos, de legyen a B, és nem. Ah, gondoltam, hogy Vasco da Gama, de sajnos nem. Melyik pályaudva a csarnagát építette az Eiffel cég? Hát nem vagyok budapesti, de ez egy közönség, de legyen a B. Hát nem, a D. Melyiket? A József? Nem, a nyugati pályaudvar. Jöjjön a következő. Hányan szokás nevezni a mesékben a rókát? Lapuli? Szunnyogi, Ravazdi, Sombajdi. C vagy d tippelek, és megvan a C a válasz. A helyes, mert eddig egészen jó, hogy két szívet, Na! No. Oh, azt hittem, hogy nem fog tudni feljutni, hát az bizony gond lett volna, srácok. És itt is vagyunk, tudásfáj a következő pont. Milyen virágzatban fejlődik a tűlevelű növények magjai? A tűlevelű, az bizony tobozban. A betű, meg is van a következő. És ugorhatunk ki, csak nagy mellé ugorjak, hiszen az olyan idegesítő. És itt egy helyen alig lehet felugrani, ott mindig elrontom, bár én sokat még nem játszottam ezzel. Melyikből van a törvény által megengedetnél többi annak, aki bigámiát követ el. Házból, bankszámából, házastársból, útlevélből. Hát srácok, nem tudom, hogy házból van-e ilyen, hogy nem lehet akár vegyi. Bankszámából biztos, hogy lehet több. Házastársból nem valószínű. Útle, legyen a cél. És igen. Ú, de kikövetkeztetem itt a dolgokat. Ugorjunk. Ha, -ha. Majdnem nem tudtam felugrani, ez a legnehezebb ebbe halljátok. Tudás a kövi, melyik évszám szerepel Orwell világhírú regényének címében? A ah, d vagy a C-re de legyen a C! Ha, és eltaláltuk! És itt nem tudok felugrani, hiszen itt kettő ilyen cucc van, és ez borzasztó furá lett megoldva. Léci, és ha sikerült felugrani. Hatodik szinten vagyunk, melyik alma egy növény neve? A gránátalma. Azt tudom. Azt tudom, hogy a gránátom. Eddig egész jó, hogy két szívet vesztettünk, srácok, és eddig jól tudjuk a dolgokat. Hetes kérdés következzen. Miért hagyják el Firenzét Bonaccio hősei a Decameron című művében? Ó, sajnos ezt nem ismerem. Idegen megszállás miatt, tűzvész, pesti és martalócok fosztogatása miatt. Szerintem vagy a tűzvész, vagy a martalócok. Legyen a D, és hát a Pest is. Hát nagyon jó eltaláltam. Hol történik gyilkosság a Kriszti nevű regényében? Az Orient Expressen az van egy ilyen film is. Igen, igen, igaz, nem láttam még ezt a filmet, de gondoltam, hogy az lesz az. Következő, ö, három szívet vesztettünk, ami azt mondom, hogy nem olyan rossz. Melyik uralkodó családba tartozott? A Dobzse. Mert elég nem királyunk. Ó, hát nem hiszem, nem hallottam még róla sajnos. De mondjuk hazmon nem valószínű. Jó, legyen D. És a... Á, jagellóház nem hiszem el. Milyen állat a fekete István történető ismert Lutra. Oh, jaj, ne. Legyen hód! Ne? Vidra. Melyik van el tud hátrafelé is repülni, ha jól tudom, ez a koribris, szóval a D betű. Szóval menjünk ide, eléggé sokat elvesztegettünk itt, csácok, ezen a ponton, hisz hogyha egyszer megakadok, akkor tök rossz, hiszen ott maradok azon a szinten egy csomót, ezt már lehet észrevettétek, és nem kapok plusz szíveket. Most látszok, így a, a, játék nekem egyáltalán nem kedvező, hiszen még sose kaptam pluszal. Milyen állat nevét viselik a hírlapokban felrepen árhíre? Kacsák. Ha jó, ugye, hogy legyek kacsa, kacsa hírek, ugye jó van akkor, jó, ezt is tudtam srácok, ide, megisszuk a lötyöt, ugrunk a löttyöt, és pont erről meséltem, figyeljétek, ez tökre el van rontva, ezt ki ezt a blokkot, hiszen ide beszorul az ember, és most nagyon nagy szerencse, hogy fel tudtam jönni, itt tudsz menteni. Hű, micsoda mentések következtek itt be, srácok, tízes szín, melyik egy népszerű vásárjárásra egy neve? Jóska posta. <laughs> Sándor sátor, őrse főzde, laci arról már hallottam. De azt nem tudtam, hogy ez mit jelent eddig, de csak így a nevéről hallottam, úgy tűnik, ez egy árusító hely lenne. Na de egy 11-es kérdés, mely korszak végre volt jelen a, a cof stílus? Hát cof az mindig van, legyen a 19 úgy tűnik a 18 -dik. Melyik hónapot nevezték régen Szent Jakab havának? Szent Jakab hava november, vagy nem tudom, hogy év elejét, vagy év végét, hiszen július nem valószínű, április nem valószínű, legyen a február, november lesz, vagy február. Mi július? Hát ez a közös is, hogy miért? Mit csinálnak a mexikaiak a tekilával? <laughs> hát ezt szerintem sokan tudják, hát megisszák a tekilát. Így bizony, gyorsan, gyorsan. Itt is vagyunk, így bizony. Tizek, három élet. No, melyik matematikai alapművet köthető a hatványozás? Az összeadás, szorzás, ki osztáshoz szerintem. A szorzáshoz. Hő, hát ez egy kicsit gáz. Az alábbi anyagok közül melyen anyagra van szükségünk egy lasszó kraftolásához? Nyelkogó a papír, arany, pálca. Ó, hát ez komolyan lasszót nem csak találni lehet. Legyen nyálka jó, Ez a spot találtam nem hiszem el! Jó! Következő! 13-ason vagyunk, srácok! Hogyan nevezik a filmek szerencsés végkifejezését? Happy Day, Happy End, Sunny End, Weekend, hát Happy Endingnek! így is bizony, úgy is bizony. Jaj, jaj, ott is vagyunk, itt is vagyunk, itt is vagyunk, itt is vagyunk. Eee, tudásfája, tudás minek a híg leve a szólás szerint? Az orcsó húsnak, ezt meg én is ismerem, srácok. Gyorsan, két életünk van, pedig olyan jól haladunk, milyen magasan vagyunk, figyeljétek. Következő, következő tudásfája fája kérdés, melyik található a szivárvány hártya? sincs. A szembe, hogyha jól tudom. Úgy bizony, és kaptam plusz egy szívet jéj, oh, biztos a gyors válaszadásért. Itt is vagyunk, itt is vagyunk. Az alábbi közül meg nem űrrepülőgép? Mercury, Atlantis, Columbia, Discovery. Atlantis szerintem. Ne, a Mercury. Ó, akkor ezt elrandottam. Valaki elszámította magát. Rossz agarat futtatott. Rossz nyúlra lőtt. Rossz lóra tett. Rossz... <gül> <gül> Mi az az utolsó kérdés? De a cél lesz az. <laughs> Hát az egy kicsit furcsa volt. Jó, következő, következő. Ú, 17-es kérdés. Melyik szín árnyata a skarlát vörös szerintem? Kérlek? Péles, köszönöm szépen. Itt vagyok a felhőknél, felugrátunk a felhők felé, és Itt vagyunk a felhők fölött pár méterre, van valami ilyesmi film, hogyha jól tudom. Hol ölték meg Lincoln Amerikai elnököt? Délen vagy éjszakon, azt tudom, és <laughs> Nyitott autó van, az nem ő volt, ha jól tudom, egy színház van, a Kennedy volt, ha jól tudom, a nyitott autó, a színház nem tudom, az utcán egy nagy gyűlésen... Színház tippelek, de nem vagyok be... Ó, oh, ez az a színház, és hát nem ez az, hiszen nagyon sajnálom, elemben eltaláltuk, arra mondtam, hogy ez az 19! Melyik országban volt kormányfő, Shirimawo Badara Naeki asszony. Ó, oh, öcsém, legyen más Sri, Sri Lanka és eltolhattuk, mi van vele, srácok, tiszta agy ez a gyerek, gyorsan, itt is, hogy itt tudsz menteni, mert el is fejtettem, hogy hogy kell ide a vissza parancsal, jó? Melyik város jelkép a híres óratlan a Big Ben? Hát London, itt is vagyunk, gyorsan, 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 Ugarjunk! azt hittem beverem a fejemet, egész jól teljesítünk, az mi az ascorbin C vitamin, ez biztos vagyok benne, meg is van, ez milyen magasra kell itt ugrani, innen? Én azon lentről akartam pedig. Ugorjunk! Meg is van. Itt is vagyok. Hogy halt meg Maria Antoinette francia királyné? Gondolom megmérgezték szegényt. Hát nem. Lefejezték. Ó, oh, halljátok. Utolsó szín. Mi ki volt a mondabeli Artur király felesége? Izolda. Vagy Brunhilda. Ne, á, nem, 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 az más. Izolda. Á, ah, ah, nem hiszem el. Ezt komolyan mondom. 21. kérdésig jutottunk? Hát az marha jó szerintem. Megnézem, mi az a vissza. 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 Ha vissza. Cs csak vissza szeretnék venni, ne legyél már ilyen játék. Nem úgy tudjuk azt, hogy kivégeztük a játékmódot, egész jól teljesítettünk, 21 szint az menő. Ez a videó ennyi lenne, én nagyon-nagyon remélem, hogy élvezétek, hogyha így volt, akkor nyomjuk egy hatalmas egy lájkot és iratkozatok fel a csatornára, csatlakozatok a sajtok király bandájába, és csekkoljátok a leírás leges-leges sorában lévő MC shopon, hogy még az utcán is nagyon, de nagyon menők lehetek. Na de ez a videó ennyi lenne, a köviben tali. Sziasztok sajtok!